Előző videónkban már volt szó róla, hogy mikor érdemes asztali PC-t és mikor notebookot vásárolni játékra. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi a teendő akkor, ha az utóbbi kategória mellett dönt az ember. Az biztos, hogy olcsón nem fogjuk megúszni. 300 ezer forint alatt új, játékra tényleg alkalmas notebookot nehéz találni. A határt most nagyjából egy Core i5 vagy Ryzen 5 processzor és egy GTX 1660 magasságában érdemes meghúzni. Ez nem jelenti azt persze, hogy ennél gyengébb konfigurációval nem lehet játszani, de az újabb programoknál már komolyabban vissza kell majd venni a minőségi beállításokat, ráadásul időtállóság szempontjában is rosszul járunk. Egy 1660 viszont várhatóan még jövőre is elég lesz egy Full HD High Preset párosra, legalábbis a legtöbb cím esetében. A Core i5 Ryzen 5 páros pedig elég lesz arra, hogy kiszolgálja a 1660 igényeit, miközben a megmaradt pénzből azért telik még normális mennyiségű RAM-ra és háttértárra. De nézzük akkor kicsit részletesebben, hogy milyen szempontok jöhetnek szóba az egyes alkatrészeknél. Processzor. Forró téma ez manapság, hiszen sokáig itt egyértelműen csak az Intel jöhetett szóba, most viszont az AMD lett sokak kedvence, és ez meglátszik a piaci trendekben is. Az elmúlt negyed évben például 14%-ról 20%-ra növelte részesedését a kisebb gyártó ebben a szegmensben. Tény, hogy az egyszálas működésben, mely sok játéknál fontos, még mindig az Intelnél van az előny, de ebben a különbség a 4000-es szériánál már minimálisra csökkent. Ráadásul a Renault ár az energiatakarékosságban is kiváló, így tulajdonképpen nyugodt szívvel ajánljuk a Ryzenre épülő laptopokat, különösen akkor, ha a játékon kívül még más feladatot is kapnak majd, ahol a több mag és szál megléte egyértelmű előnyt jelent. Amire azonban érdemes figyelni, hogy hiába a kedvező ár, a 3000-es Ryzenekre nem érdemes lecsapni. Lassabbak és közben még többet is fogyasztanak a Renault-nál. Inteles választás esetén a 45 wattos H-széria az, amit játékosoknak terveztek, így itt a teljesítmény a fogyasztás rovására kerül előtérbe. Jelenleg a H-széria a 10. generációnál tart, a Tiger Lake 3-ig várni kell. Videokártya. Az igazat megvalva, ha nem sürgős a vásárlás, akkor mi lehet inkább megvárnánk, amíg előkerül az Nvidia Ampere mobil családja. Ha ott is akkora lesz az előrelépés, mint az asztali oldalon, és jobban alakul az elérhetőség, igazán ütős notebookok jöhetnek, mondjuk akkor már a Zen 3-at is megvárhatjuk. Ha sürgős, vagy lecsapnánk egy aktuális jó ajánlatra, akkor az említett GTX 1660-tól felfelé érdemes nézelődni. Sokan fújnak a Max-Q modellekre, ezek előnye nyilván az, hogy kisebb, könnyebb, jobban hordozható notebookokban is el vannak, viszont nincs ingyen ebéd. Az alacsonyabb hőtermelés alacsonyabb teljesítményt jelent. Ha nem kiemelten fontos cél a hordozhatóság, akkor maradhatunk a normál, nem Max-Q változatoknál is. Mint említettük, CPU és GPU vonalon a következő fél évben jelentős változatok jöhetnek, hiszen valamikor a jövő év elején jöhetnek a Mobil Ampere, Mobil Zen 3 és Tiger Lake H modellek, szóval egyszerre lesz elég sok generációs ugrás. Memória. Notebookok esetében a RAM azért bonyolultabb kérdés, mint az asztali PC-knél, mert a későbbi fejlesztés nehézkesebb lehet. Minden esetre gaming célokra 8 GB a minimum, amit javaslunk, de 16 GB az a pont, ahonnan a további befektetés már csak minimális hasznot hoz. Ha lehetséges, ez a 16 GB legyen már 2x 8 GB-os formában kiépítve a két csatornás működés érdekében. Háttértár. A sokszor több 10 GB-os csomagok korában a 256 GB-os SSD-kkel nem sokra megy az ember, úgyhogy 512 GB a legkisebb, már értelmesen használható háttértár, de szerencsére a legtöbb gaming notebookban már eleve több adattároló fér. Egy 512 GB-os gyors NVMe SSD-vel és egy lassabb 1 TB-os SATA SSD-vel azért már jól el lehet lenni, de ha spórolósak vagyunk, akkor a 256 GB-os NVMe SSD plusz 1 TB-os HDD kombinációja bőven ki tudja elégíteni az igényeket. Kijelző. Itt ismét előtérbe kerül a hordozhatóság. A 15,6 hüvelykes vagy akár annál kisebb kijelzővel szerelt gépek mobilabbak, 17 hüvelyk fölött viszont nagyobb az élmény. Mindez persze érdektelen, ha megtehetjük, hogy otthon külső monitoron játszunk, mely esetben inkább az a lényeges, hogy a gép oldalán rendelkezésre álljanak a megfelelő csatlakozók, legyen az HDMI, DisplayPort vagy az ezeket biztosított Type-C konnektor. Felbontás esetében felesleges Full HD fölé menni, hiszen a viszonylag kis képméretnél játék közben ezt úgysem lehet igazán kihasználni. Jobban járunk, ha a megtakarított pénzt a korábban felsorolt komponensekbe fektetjük.
Amire viszont érdemes lehet költeni, az a minőségi IPS vagy VA panel, az sRGB szintér 100%-ot közelítő lefedettségével és legalább 120 Hz-es frissítéssel. Ez utóbbi érezhető pluszt jelent a normál 60 Hz-es megjelenítőkhöz képest, arra pedig már egy középkategóriás gamer notebook is elég lesz, hogy Full HD felbontásban átlagos beállításokkal 60 FPS fölé vigye a játékokat. Az egyéb szóba jöhető jellemzők közül talán a csatlakozókat, a mobilitást és a beviteli eszközöket emelnénk még ki. Kezdjük az utóbbival, hiszen nyilvánvaló, hogy a megfelelő játékélményhez legalább egy egeret kell még majd vásárolnunk, tapi paddal ugyanis nem igazán lehet játszani. A billentyűzet kérdése már más tészta. A felsőbb kategóriás, drága notebookokban időnként meglepően jó klaviatúrákat lehet találni. Ennek ellenére a maximális teljesítményhez még mindig érdemes egy külső egységet csatlakoztatni. És itt jön akkor képbe a csatlakozó kínálat, hiszen a billentyűzet, egér, monitor, külső HDD, vezetékes hálózat bekötéséhez nem elég két USB 3.0-as port. Bár portsokszorozókat lehet vásárolni, jobb, ha már eleve kapunk mondjuk 3-4 első generációs USB 3.1-et, vagy ennél gyorsabb kivezetést, HDMI és vagy DisplayPort csatlakozót és gigabites Ethernetet. Végére maradt a mobilitás, ami azért a gaming szegmensben nem elsődleges fontosságú. Amit tudni kell, hogy akkumulátoros üzemmódban valamennyi Notes gép alaposan visszavesz a teljesítményéből. Az utóbbi időszakban azért növekvő népszerűségnek örvendő vékony kivitelű gamer gépek előnye inkább az, hogy játék mellett hordozható multimédiás munkállomásként is bevethetők. Ezeknél a vékonyság viszont a hűtés és így a teljesítmény rovására megy. Egyes drága modellek persze mindenféle trükkökkel, például felnyíló gépházzal igyekeznek a légáramlást növelni, de ezek nem képesek teljesen kompenzálni a bordázattól elvett teret. A videóban látható termékeket és egyéb gamer kiegészítőket keressétek az edigital.hu-n. Nektek mi a legfontosabb egy gamer notebookban? Írjátok meg nekünk kommentben. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha pedig nem szeretnétek hasonló tartalmakról lemaradni, akkor iratkozzatok is fel a csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!